Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. A Stacer nevű rendszerkarban tartott tisztítóeszköz szeretném bemutatni. Ez jellemzően az összes disztribúcióban elérhető, tehát valami módon a csomagokhoz hozzá fogsz férni, illetve ami nekem nagyon kényelmes, és aki szeretné kipróbálni önnek is, van APMI csomagja is, azaz, hogyha felteszed, azaz letöltöd az egy darab fájlt, futtathatóvá teszed, elindítod, akkor különösebb telepítés nélkül ki tudod próbálni. Elindítás. Az elindítás egy kicsit hosszadalmasabb dolog, azaz, hogyha fél perc, egy perc, illetve a géped teljesítménye szerint hosszabb ideig is csak a bejelentkező képernyőt mutatja, nem kell megijedni, hiszen ő leszkenneli a összes olyan dolgot, ami neki kell, azaz megkeresi a tisztítandó dolgokat, összerakja azokat a gondolatokat, amik számára fontosak, és utána fog elindulni. Itt három olyan dolgot szeretnék kiemelni, ami nagyon fontos. Van ennél jobb tisztító eszköz is, a Blaybitch bemutattam, tisztításra nagyon-nagyon ideális, de annak, ez a második gondolat, van egy hátránya. A Blaybitchbe csak tisztítani tudsz, de az professzionális módon, és nincsenek meg azok, ez a harmadik gondolat, rendszerbeállító dolgok, amik számunkra ebben a programban adottak. Azaz mindenki el tudja dönteni, hogy melyiket, vagy esetleg mind a kettőt használja. Miért? Mert a Linux nem csak arról szól, hogy bizony egy jó operációs rendszer, megtanítja az embereket arra is, ami nagyon fontos, a választás szabadságára, azaz olyan programot használj, ami neked kézre áll, és ne azt, amit valaki, esetleg én, esetleg jónak és kiválónak talál, azaz ki kell próbálni 2-3 programot és választani. Nézzük is meg, miután elindult a Stacer nevű eszközünk, hogy mit kínál. Hát ami számomra teljesen fölösleges, a nyitóképernyő, alapbeállításkor a nyitóképernyő, megmondja, hogy a CPU, memória és a disk használaton mennyi, illetve pár adatot kiír, meg megmondja, hogy mennyi a le és a feltöltött adatmennyiség az elmúlt időszakban. Na hát maradjunk annyiba, számomra ez teljesen unalmas, igazából ez nem érdekes, hiszen ezeket az adatokat én máshol, máshogy és kényelmesebben, például a Konkiba le tudom hívni, főleg ezt a hármat, ami azért érdekesebb. A következő egy kis rakétával jelzett dolog, látható az autós startot fogjuk beállítani. Én nem fogom beállítani. Miért? Egyszerűen csak azért nem, mert én nem itt adom meg az autostart programokat, hanem, hát ahogy tudjátok, egy kézi, manuális megadással egy darab fájba. Lényeg, be tudod kapcsolni. Az egész így működik egyébként, hogy be és ki tudsz dolgokat kapcsolni, el is tudnád tüntetni, például én ezt eltüntetem innét, teljesen mindegy, hiszen nincs bekapcsolva, illetve tudom szerkeszteni is, meg hát hozzá is tudok adni. Ennyi. Tehát gyakorlatilag egy autostart lehetőséggel is ki van bővítve, ami a te rendszered szerinti autostartnak megfelelő eszközbe be fogja írogatni azokat a fájlokat, vagy azt a bejegyzést, ami neked kell. Hozzáteszem, a legtöbb fejlettebb asztali környezetben ez saját programban használjuk azt. A következő a keresés, azaz a szemétnek a keresése, a pakkokat, tehát a csomagkezelő által a gépen hagyott szemetet, nem kellő dolgokat bizony le tudod szkenneltetni, a crash reportokat le tudod szkenneltetni, az applikáción logokat, tehát a felesleges logokat, amiket te szeretnél eltüntetni, meg tudod tenni, az applikáció, tehát a programoknak a chase fájlát ki tudja szépen takarítani, illetve a kukát kiüríteni, ha valami nem kell, akkor természetesen rákattintasz, és akkor őt nem fogja keresgélni, nem fogja az időt húzni vele, ha pedig mindet szeretnéd, akkor a select állra fogsz kattintani. Majd utána keresöl, lefut a keresés villámgyorsan, lefut, hiszen ő már ezeket nagyjából az agyába összeszedte, és neked más teendőd nincs, csak mennyi, annyi, hogy elindítod a programot, ennek a programnak ennek a részét, és utána megkeresi. Ha valamire kíváncsi vagy, hogy mit talált, rákattintasz a nyírra, és legördül,
egyesével ki tudod jelölgetni azokat, amiket szeretnél te tisztítani, ha pedig úgy gondolod, hogy ráhagyod a programra, hogy ő mindent, amit megtalált, azt takarítson ki, akkor nincs más, mint a Select All, tehát mindent kijelölni szeretnék, és utána ki is jelöli, de egyesével is meg tudod tenni, majd utána a takarítás gombra kattintasz, rákattintunk, lefut, bekéri a jelszavamat, természetesen megadom a jelszavamat, és hitelesítem magamat, és le fog futni, és látható 1,1 gigabájtnyi szemetet, felesleges dolgot tüntetettel. Itt is ki kell térni arra, hogy te választod ki, hogy mit szeretnél eltüntetni, azaz, hogyha te valamilyen csomagot nem szeretnél feleslegesnek, ő által a feleslegesnek ítélt akármit nem szeretnél, akkor rákattintasz a csomag név előtti kis pipára, és kiveszed, azaz nagyon-nagyon be tudod szabályozni. Gyakorlatilag szerintem az emberek 99%-a, aki grafikus tisztító programot használ, úgyis ráhagyja. Számomra nem csinált idáig nagy gubancot, bár ahogy jeleztem, ez nem a kedvencem, van ennél jobb tisztító program, ahol pontosabban, kényelmesebben be tudom állítani az összes olyan dolgot, ami számomra fontos, de alapesetben ez is kitakarítja a gépedet, azaz 1,1 gigabájtot sikeresen megtakarítottam az elmúlt egy percben, hiszen lefuttattam a tisztítást. Van egy kereső funkció, na hát, hogy ezt beletették, az nagyon szép, tud, a fájlok, a szimbolikus linkek és a direktorik, azaz a könyvtárak között keresni, hát van egy haladóbb beállítású keresőprogram, nyilvánvalóan ilyen kereső grafikus programokból 12, egy tucat, rengeteg féle van, és természetesen grafikuson kívül még parancsorból is tudunk keresgélni, de nagyon szépen megadható azok a gondolatok, hogy minek, kinek és hogyan fájlai, könyvtárai és egyebek között keresen, azaz a méretet, például megadhatod, hogy például az csak az én általam jegyzett fájlok, az én tulajdonomban lévő fájlok között keresgéljen, hát bizony nagyon kényelmes egyéb funkciókat is tud, azaz gyakorlatilag kaptunk egy kereső eszközt, amiből hát van elég sok, és igazából nem a Stacer-et fogom indítani, jól lassan indul, hiszen ő leszkenneli, lekeresi a gépedet, meg mindent csinál, hát bizony nem ebben fogok én keresgélni, de ha nyitva van, akkor már természetesen keresése is használható. Oppá, rengeteg fogaskerék, hát gyakorlatilag a szervizeket, a démonokat, a futó háttérfolyamatokat itt tudod szabályozni. Nagyon kényelmes. Miért? Mert azt mondják, hogy a SystemD-nek a különböző beállítása, indítási, egyéb gondolatai, azok eléggé, hát hogy is mondjam, nem felhasználó barátok. Ez hülyeség. Itt is be tudod állítani, hogy mi induljon a rendszerrel együtt, tehát amikor te elindítod a rendszert, ezek a SystemD Homed nevű eszközzel fog indulni, meg amiben van indítva, be van jelölve zölddel, és hogy mi fut jelen pillanatban, azt is meg tudod nézni, el tudod indítani, illetve le tudod állítani, szépen ki tudod válogatni vele, hogy mi van indításkor engedélyezve, letiltva, és a futási státuszokat is meg tudod nézni. Azaz nem biztos, hogy itt lapozgatni kell, hogy melyik fut jelen pillanatban, hanem a futási státuszba megadod, hogy fut, és akkor ott lehet látni, hogy csak azokat leválogatta. Kényelmes, gyors, és hogy is mondjam, emberbarát. Megnézed, hogy mi az, amit fut, és akarod futtatni, nem akarod futtatni, le akarod állítani, nem akarod leállítani, induljon el automatikusan indításkor, ne induljon el automatikusan indításkor, tehát egy kényelmes, megfelelően összerakott dolgot fogsz kapni. Ez nagyon hasznos, ahogy hát egy picit leszóltam a tisztító dolgait, van ennél jobb is, jobban konfigurálható, úgy ez a része nagyon jól kidolgozott, és kezdőknek, akik nem akarnak terminálba mindenféle dolgokat beírogatni, annak ez kifejezetten vizuális, mert hát azt hiszem ennél jobban kifejtve, hogy ő mi a neve, mit csinál,
és hogy ki van kapcsolva, vagy nincs, mikor indul, vagy nem indul startkor, annál egyszerűbb vizuális dolgot ki sem lehetett volna találni. Szuper! Ez a része. A másik természetesen egy hátopszerűséget kapsz, illetve topszerűséget kapsz, ami a futóprogramokat felsorolja. Nyilvánvalóan be tudod szépen rakosgatni úgy, hogy hát milyen CPU használata van. Nyilvánvalóan jelenleg a Stacer foglalja az API Mitch-ként el a legtöbb CPU használatot, az OBS nagyon meglepő a felvevő program, na hát igen, megy a felvétel, a transmisszión, egyéb dolgok, a pikom, a háttérbe futó kis kompozitáló eszköz, ami árnyékokat, átlátszóságokat ad, az bizony ennyi memóriát használ el, bocsánat, ennyi CPU-t használ, de a memóriára vagy kíváncsi, rangsorba azt is le tudod hívni, nagyon szuper, azt hiszem kényelmes, és hogyha úgy gondolt, hogy a rootnak, felhasználónak a dolgait is meg akarod nézni, akkor természetesen all, azaz az összeset elindítod, a következő gondolat keresgélni is tudsz benne, illetve hogyha egy processzt le akarsz állítani, akkor rábögsz, és end process leállítod. Én ezt igazából nem szeretném most megtenni, hiszen ha valamit leállítok, mondjuk a felvételt, az hát igazából nem lenne jelen pillanatban jó. Következő dolog, a pakkokat, a csomagokat, azaz a programokat itt le tudod szedegetni, azaz van egy uninstaller része, én ezt Archon kipróbáltam, simán működik, de emlékeim szerint, mert régebben is használtam, MX Linux, azaz Debian alapon is szépen működik, le tudod szedegetni azokat a csomagokat, amelyek számodra fölöslegesek, bepipálod és uninstallra bögsz, és utána el fogja tüntetni. Hozzáteszem, ez nem arra való, hogy te ezzel csomagokat leszedjél. Meg tudod vele csinálni, de próbálkozzunk meg azzal a gondolattal, hogy bár ebbe is bent van, és nagyon kellemes, hogyha te rendszert karbantartasz, hogy tisztítasz, ezt meg azt meg amaz meg tudsz csinálni benne, de én úgy gondolom, hogy a gyári, azaz a te disztribúciódhoz adott csomagkezelő eszközzel kéne ezeket le, föl és egyéb rakosgatni, és természetesen itt is tudsz keresni, mondanom se kellett, hiszen mindenhol ott van. Grafikonok, ez nagyon kellemes dolog, és azt mondom, hogy ez az a rész, ami szerintem nagyon hasznos, azon kívül, hogy szemetet el tudsz tüntetni, meg egyebet grafikusan jelzi ki számodra az összes olyan rendszer információt, amire neked szükséged van, azaz nem csak azt mutatja, hogy X százalékát használjuk a CPU-nak, hanem megmutatja azt, hogy melyik mag és időfolyamban, tehát idősorosan is grafikusan látod azt, hogy bizony volt egy kiugrás, itt valamit tettünk, és melyik mag milyen százalékkal dolgozik. Egy jobban leterhelt rendszernél érdemes ezt figyelni, nyilvánvalóan a egyéb diszkírás olvasásokat, memóriákat is lehet figyelni, hogy ha egy kiugró tüske van, akkor valami program elindult, vagy éppen valami háttérfolyamat elindult, értelemszerűen egyéb, azaz a hálózatnak és a lemeznek is a foglaltságát, felhasználtságát be tudja neked mutogatni. Igazából bevallom, ez a része nem, de a CPU és a memória az kényelmes és grafikusan láthatóvá teszi, ezzel pedig ki tudod nagyítani azt az adott eszközt, amire neked szükséged van, és így hát egy képet is esetleg tudsz róla menteni. Hát mik ezek a szerszámok? A szerszámok a host file-nak a beállítását tudod megtenni. Én is azt mondom, hogy a host file-nak a beállítása, tehát az, hogy szűrésbe vagy egyébbe valamilyen honlap van, hát az bizony, hát nem itt kéne, hanem magában a host file-ba. Maradjunk annyiba, hogy azért van az, hogy mindenki be tudja érni különböző igazából nehézség nélkül a dolgokat. Ez kényelmes, hozzáteszem, de gyakorlatilag egy kicsit fölöslegesnek érzem. Látható, hogy 340 ezer bejegyzésem van, ez nyilván ismert dolog, hogy én itt szűrök egy csomó reklámot, egy automata módszerrel, nem igazán nagy
kitalálmány, hiszen sokan használják ezt. Így kényelmes dolog. Nincs annyi felugráló reklámom, meg igazából a hirdetéseket egy kicsit meg szoktam szűrni. A következő a saját Stacer beállítás, logikus nyelvet meg tudod adni, nyilvánvalóan magyar nincs, marad az angol. Az alapdiszket, tehát amit alapnak vesz, azt, amit az elején figyeltetsz vele, azt itt beállíthatod, melyik menüpont itt oldalról, melyik legyen az, ami indításkor az orrod elé tolja, nyilván vagy a dashboardot, ezt, vagy pedig mit szoktunk beállítani ezeket a grafikus cuccokat, kényelmes, hogy azzal indul, amit te szeretnél látni, de hát itt az oldalán se nagy agysebészet oda bökni. Tudsz egy beállítást tenni arra, hogyha felmegy akár a CPU használata, akár a memória foglaltsága, akár a disknek a foglaltsága egy bizonyos szint fölé, akkor ő elkezdjen jelezni, valljuk be. Én nem fogom a Stacert csak azért futtatni mondjuk AppImageből, hogy a CPU használatot megdobja, a memória foglaltságot megdobja, és utána jelezze, hogy magas a memória vagy a CPU használat. Azt hiszem logikus, hogy nem igazán ez az, ami nekem itten nagyon tetszik. Ha van olyan kedved, hogy szeretnél adni nekik egy kis pénzt, oda megy a Patreon oldalra, és tudod őket támogatni, ha éppen egy kávé árát megér neked ez a program, illetve tudsz egy visszajelzést adni neved, Emil címed és a üzenet megírásával, bizony eljutsz odáig, hogy tudsz üzenetet küldeni. Összefoglalva, tudsz takarítani, tudsz beállogatni, meg kapsz egy csomag olyan kis grafikus kijelzést, ami sok embernek nagyon-nagyon kellemes. Nem egy világ megváltó dolog, de aki megkedveli, takarításra, háttérbe futó folyamatok beállítására nagyon kényelmes kis eszközt fogsz kapni. Köszi szépen, és mindenkinek jó próbát kívánok. Miért? Miért fontos az, hogy kipróbáld? Mert megismersz 2-3-4 programot, azok közül tudsz választani, de hogyha egy youtuber vagy akár leírás alapján kitalálod, hogy ja, neki ez is jó, ezt mondta, hát az biztos nekem is jó. Nem így működik, ki kell próbálni többet, hát AppImage, fölteszed, nem tetszik, letöröd, pontosan egy darab fájl, nincs vele különösebb macera, ha pedig megtetszik, akkor használod, vagy natívan is feltelepíted. Köszi szépen, sziasztok!